mestermunka minden szempontból. Nagyon sok illúziót hagyott ez a kis film, főleg elnézve azt, hogy mi lett a hangmérnök, meg mi lett az operatőr sorsa. Akik egy fél napra kis banda mellé szegődtek, hogy felvegyék az ő kis kalandjaikat. De elég csúnyán végezték. Miért történhetett ez? Mik ennek az erőszaknak, ennek a fajta erőszaknak, ami jellemzi a mi korunknak a frusztrált fiataljait, a külvárosoknak a, ezeket a dühös kölykeit, és ennek a filmnek a főhőseit? Mik a körvonalai ennek az erőszaknak? Mi jellemzi ezt az erőszakot? Mert ez az erőszak nagyon más, mint a múltban bármelyik. Hát ez az erőszaknak egy teljesen új formája, és gyakorlatilag még 50 évvel ezelőtt sem létezett. Erről a Mechanikus narancs volt az első film, ami tudósított erről, hogy valami körvonalazódik, ami eddig ismeretlen. Valami ideológia nélküli erőszak, valami szellemi alap nélküli dű, valami, aminek nincsen megalapozottsága, nincs, még csak egy fél órát se fordított rá senki, hogy ideológiailag megalapozza, hogy megmagyarázza, hogy indokolja, mert arra sincs szükség. Nincs szükség arra, hogy megmagyarázzam, hogy miért helyes, amit teszek. Mert nem vetem fel a kérdést, hogy helyes-e, amit teszek. Mert eleve nem vetődik föl egyáltalán az erkölcsi értelmezése annak, hogy helyes vagy helytelen, vagy hogy szükségem volna ideológiára ezzel kapcsolatban. Hát az erőszak kultuszról nagyon sok minden született már, meg egyébként úgy nagyjából a angol futballhuliganizmus első leszámolási kísérleténél döbbent rá úgy nagyjából az angol társadalom arra, hogy ilyen van. Tehát, hogy ez létezik, ez a fajta erőszak, ami más, mert ott legalább van egyfajta csapatöntudat. Még a futballhuliganizmusnál is az erőszak során hozzárendelünk az egyik oldalhoz, illetve a másik oldalhoz egy-egy szint. Mondjuk azt mondom, hogy mi vagyunk a zöldfehérek, ti meg vagytok a kékfehérek, mondják a Celtic, meg a Rangers szurkolók, és ráadásul az egyik oldalon katolikusok, a másik oldalon protestánsok vannak. Vagy amikor összecsapnak a Milánó kék-fekete és piros-fekete szurkolói, ott is megvannak a körvonalak, már az apám is a Milánnak, már az apám is az Internek szurkol, stb. De ez az erőszak, ez más. Tehát itt még ez a fajta szimbolikus gesztusrendszer sincs meg az iránt, hogy igazoljam a saját erőszakos viselkedésemet és attitűdömet. Jó, hát én kb. 20 évvel ezelőtt a Józsefváros kellős közepétől jártam gimnáziumba, úgyhogy akkor az még egy kicsit máshogy nézett ki ez a világ. Vertek már meg szöges létszál, azért tudok büszkélkedni. Sok minden történt. Voltam egyébként én is a túloldalán, a picit kicsiben is, de voltam én is hülye gyerek, agresszív hülye gyerek. De azt azért el tudom mondani, hogy amikor azért megvolt ez a 4-5 ilyen történet, a sorsfordító volt nekem, sok mindenre megtanított, nagyon gyorsan. Az első dolog, amire megtanított, az, hogy én ezt a helyzetet túlélem-e, vagy nem, az nem rajta múlik. Ez egy fontos dolog, mert ilyen dolog az ember ritkán szembesül, hogy azt hiszi az ember, hogy mindig van egy olyan mód, ahogyan ki lehet ebből kerülni. Hát vannak csiki-csuki helyzetek, ami ha rád van csukva, akkor nem a te kezedben van ez a döntés. Az ő kezükben van, hogy ebből most 8 napon túl lesz, vagy itt több lesz meg. Az az ő emberségükre számíthatsz. Tehát akkor fekszel a földön és véded a fejed, akkor egyetlen egy kérdés marad, hogy lesz-e valamelyik kölyükben annyi emberség, hogy azt mondja, hogy most már hagyjuk abba. Mert ha nem, akkor vége. Na hát igen, ezek a verések általában úgy szoktak történni, hogy mondjuk 5 embernek egy embert, fekszem a földön, általában ilyen magzatpózba rántod magad, hogy a fejedet is véd, meg így lehetőleg így a lágyabb részeidet, tehát így a vesédet le tudják rúgdosni mondjuk, mert azt pont tudják rúgdosni, és akkor már rendesen meg is rúgdosnak. És addig tart a verés, ameddig a csoportból egy valaki át nem áll hozzád. De most a szó szoros értelmében értsétek. Tehát úgy, hogy... És hát ha is verekedni fog, azért, hogy te megmenekülsz. Igen, két banda van.
és az egyik banda az te vagy, aki vesztésre áll és a földön fekszik, a másik banda meg egy öttagú csoport, amelyik rútos téged. És addig, ameddig nem történik meg az a helyzet, hogy a fekvő, a földön fekvő emberhez át nem áll valaki, aki az imént még rútosta, és így a lába közé nem veszi, tehát így fölé nem áll terpezben, és így nem tartja vissza a többieket, addig tart a verés. És általában meg kell, hogy szülessen az az érzelmi állapot valakiben, hogy most már elég volt, most már megtanulta a leckét, vagy mit tudja. Tehát hogy kell, hogy szülessen valami, ami az erőszakot egyetlen egy lépéssel megelőző érzés. És akkor lehetőség van arra, hogy megúszd. Hogyha ez nem nagyon történik meg, akkor van az, hogy halálra vernek. Ilyen is van. Egyébként több durva rím ez az először film után mondottakra, nem annyira durva, hogy az előbb az emberbe kódolt kegyelemről beszéltünk most meg erről, és nagyon saját tapasztalatból tudom mondani, hogy engem amikor ilyen helyzetben rúgdostak sok helyen, akkor abból, annak, aki engem megvédett, annak verekednie kellett azokkal az emberekkel, akik vertek. Tehát az nem csak úgy nézők, hogy most már hagyjuk, hanem neki össze kellett konkrétan vissza kell tartani azokat a dühös embereket, tehát konkrétan át kell állni a te oldaladra ahhoz, hogy életben maradj. És már csak annyit akarok elmondani, hogy sokkoló. Tehát sokkoló az embernek az embernek nincs meg a tudástárában az a fajta pusztító erőszak, ami ilyenkor megjelenik. És itt megmondom neked, nincs meg a tudástáradban. Nem tudod kezelni. Ez olyan, amivel nem találkoztál. Azért durva, és azért jó, hogy ezt leadtuk egyébként, meg azért erős ez a klip, mert megmutatja neked, hogy te azt csak hiszed, hogy ezt tudod, vagy bármit átlátsz belőle. Évekkel később, tök teljesen más dolog miatt, a Magyarország egyik vezető biztonsági cégének az ilyen szuper testőrképző csávójával beszélgettem, és kérdeztem, hogy mi a megoldás ebben a helyzetben. És azt mondta, evidencia, azt mondta, hogy futás. Az emberek úgy, ha ilyen helyzetbe kerülnek, az emberek általában úgy kódolják a helyzetet, hogy ha én elkezdek futni, azzal gyengeséget mutatok, és nem lesz esélyem. Utána jönnek mindenképp. Holott azt mondta nekem ez az ember, hogy ez pont fordítva van. Ha azt látják, hogy futsz, akkor van egy window, van egy kis időszak, amíg mérlegelnek, hogy megéri-e utána futni, vagy nem. És hogyha ezen túl kerülsz, akkor leszarják. De ha nem kezdesz el futni, akkor tutira megszoktad. Nincs rá, higgyétek el, nincs rá eszközötök, nem tudjátok kezelni. Nem tudjátok se verbálisan, se fizikálisan. Nem tudod megoldani. Elmondta ez az ember, hogy nagyon gyakori, hogy nőket úgy vernek és erőszakolnak meg, hogy az utca végében áll a banda, és jön a nő. Végig az utcán. És a nőnek az a megélése, hogy miután észrevette, hogy veszélyes a helyzet, ha ő elkezd futni, akkor tutira utána mennek, pedig nagyon valószínűsíthető, hogy nem mennek utána. De inkább megpróbál semleges arccal végig menni az utcán, hogy ebben is sugározza azt, hogy neki ő bizalma van, vagy ilyesmi, és innen látják, hogy áldozat. Azt mindenképp tudják, hogy vagy meg fognak baszni, vagy meg fognak verni. Ezt ők tudják. Ha azt látják, hogy olyan hülye vagy, hogy még ezt arccal is csinálod, csak örülnek. Ez csak úgy full személyes tapasztalatból gondoltam elmondani. Ha már hasznos tanácsokkal élünk. Jön szembe veled a csávó, megszólít, és azt mondja. Mi az, hogy nem adod meg az öcsémnek, amivel tartozol? Tehát mondjuk valami ilyesmit, ami egy kellően jó mondat azelőtt, hogy jól pofán verne. Tehát egy alkalmas mondatnak tűnik. De azt se tudod, hogy ki az illető, azt se tudod, hogy ki az öcse, tehát legtermészetesebb, hogy most látod életedben először. De az alaphelyzet az, hogy te nem adod meg az ő öcsének azt, amivel tartozol neki. És erre mi az első reakciót, ha civilizált ember vagy, hogy így azt mondod, hogy mi nem is ismerem az öcsének, ki vagy te. Tehát rögtön egy olyan helyzetre van, rögtön magyarázkodni kezdesz, hogy te ismered-e az öcsét, vagy nem ismered az öcsét, vagy egyáltalán. Tehát, hogy már rögtön kialakult egy olyan helyzet, ahol ő a tanár, aki számon kérje, hogy nincs meg a házi feladatod, de hát tanár, ő nem is volt, úgy volt, hogy ma nem is van matematika, hogy a jövő hétre kell. Tehát, hogy rögtön egy olyan helyzetben vagy, ahol ő diktál neked, te pedig magyarázkodsz. És egy ilyen helyzetből már kurva nehezen tudsz kijönni. És hogy egy ilyen szituációban, amikor odajönnek hozzá, és azt mondják, hogy mi a fasz, hogy nem adod meg az öcsémnek, amit
amit kölcsön adott neked, arra az a válasz, hogy mi a fasz képzelsz, ki a fasz vagy te? Értelemszerűen, tehát hogy tehát nem, megadni azt a, nem megadni neki azt, hogy űrszámon kér engem, én meg magyarázkodom, hogy nem adtam meg, mert de azt sem tudom ki az öcsém, ne arra, hogy nem jut eszembe, hova is jár gimnázium, tehát nem minden, tehát ez akkor van véged a picsába. Tehát hogy így, a, pont az a lényeg, hogy miféle öcséd a kurva anyádba elmész? Kinek kölcsön, mi a fasz képzelsz? Tehát, hogy a, akkor van az, hogy akkor van az, hogy hoppá, ez egy olyan helyzet, amit megint csak mérlegelni kell, hogy most folytatom ezt vagy sem. Tehát, hogy belemegyek el, hogy folytatom-e az erőszakos viselkedést vagy sem. Abban a pillanatban, hogy áldozati szerepben vagy, pontosan ugyanez. Amikor azt mondják, hogy adj egy szál cigit. Egy ilyen helyzetben, ha nagyon befosolod, adod az egész dobozzal, itt az egész doboz. Akkor véged van. Akkor biztos, hogy véged van. Adj egy szál cigit. Jó, nyilván ugyanekkor a hiba azt mondani, hogy nem adok. Hanem ilyenkor, hogy adj egy szál cigit, akkor az van, hogy adsz egy szál cigit. És akkor azt mondja, hogy adj még egy szál cigit, akkor azt mondod, hogy adtam már egy szálat, oszd be. Tehát ugye ez mondjuk egy... Vagy azt mondjuk még egy szálat. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy itt az egész doboz, testvérem, vigyelj nyugodtan, csak engem hagyjál végén, akkor véged van. Tehát ezek is fontos tanulságok. De amivel amiről még fontosabb beszélni ezzel a filmmel, amit itt láttunk ezzel kapcsolatban, az az, hogy mi a picsát akarnak ezek a fiatalok, mi a picsára olyan dühösek már. És mi ez, ami ezt a frusztráltságot kelti bennük, és mi az, amiért ők a történelem folyamán alig, hanem először lárpurlár, ok nélkül, minden alap nélkül ilyenek kibaszott erőszakosak. Mitől és miért? És hogy történt meg az, hogy ez az ideológiátlanság, ez ilyen erőszakot tud, majdnem azt mondtam, hogy legitimálni, hiszen nincsen ideológia, és nincsen legitimáció sem, vagy legitimitás sem. Hogy legitimitás nélkül lehet erőszakoskodni, és ez működik. Úgy néz ki, hogy elvettek tőlünk minden ideológiát. Az egész emberiséget leajasították fogyasztóvá. A fogyasztásnak nincs ideológiája, csak éhsége van és mohósága van. Nincs olyan fogyasztó, aki jó, vagy rossz, vagy a jó oldalon áll, nincsen cseti fogyasztó, meg szit fogyasztó. A fogyasztó az egy massza, az egy tömeg. És akkor vannak néhányan, akiket ebből a fogyasztásból kizártak, vagy kirekesztettek, vagy legalábbis ők úgy érzik, ezek a külvárosi kölykök, akik hallatlanul frusztráltak ettől, hogy ő nekik nincsen, nem jut az ő saját energiájuk kiélésének a commerce cikkeire, nem telik nekik arra a gördeszkára, nem telik nekik arra a BMX-re, nem telik nekik arra az életmódra, arra a konzumlázadásnak azokra a kliséire, meg azokra a külsőségeire, és ezért aztán ezt a lázadást ideológia nélkül nyers erőszakban valósítják meg. És amennyiben mi fogyasztók vagyunk, és így ideológiamentesek, úgy ők, mint fogyasztási cikket nélkül hagyott, vagy fogyasztási attitűd nélkül hagyott, még fogyasztásra sem alkalmas tömeg viselkedik, gyakorlatilag úgy zendül, ténylegesen, mint egy csürhe, nincs, itt már, hogy mondjam, ez még a törzsi állapotnál is még azt is megelőző állapot, erre lehet azt mondani, hogy horda. Ez a horda állapota, hogyha szociológiailag akarjuk meghatározni. Az biztos, hogy a mi mindennapi életünkben is újonnan rá csodálkozunk elmúlt néhány évben, hogy ez megvan és megjelent brutalitással a kapunknál. Újabb személyes történet. Nagyanyám egy kis Budapest külvárosi utcában élt, csak özvegyasszonyok éltek. Minden héten, amikor mentünk, akkor kék nem volt semmi. Úgy képzeljétek el, hogy egy idő után már villa se volt, meg kanál se volt, meg semmi nem volt. Pénze soha nem volt. Akkor kérdeztük, hogy mi történt, és akkor hát így nem nagyon derült ki semmi. Egy ideig így mondott olyan történeteket, hogy vett ezt, meg azt, meg amazt. Aztán ezek nagyjából kiderültek, hogy ilyen vásárlások sose történtek. És aztán nagyjából kiderült, hogy őt így fosztogatják.
És mindenkit abban az utcában. Mindenkit abban az utcában. Csak idős asszonyok voltak ott. Akkor nagyanyám a hátán találtunk egy bakancs nyomot, akkor elvittük a rendőrségre. Ahol a nagyanyám feljelentést tett rám. Mikor van ez? Akkor, amikor az az ember az annyira fél, hogy ez az egy megoldás van, hogy inkább rám tesz vallomást. Szóval ez itt van a kapunknál, ezt érezzük, tudjuk, felismerjük. És azt akarom mondani még ez ügyben, hogy amikor ezt az ember megtapasztalja, mint például én, akkoriban rádióztunk reggel egyet, kerül biztosan mondom, csak voltak a nagy gáz ellenes, akkor voltak a nagy gáz ellenes kirohanásaink. Egyébként. Épp tele pofával pofáztam. És azon mentem, és azon gondolkoztam, hogy följövöm. De úgy gondolkoztam, hogy majd megőrültem, hogy le akartam nyomni, így nyomt, azonnal fel akartam őket hívni, hogy a kurva élet, itt van egy ház, és menjetek ki elé, és me a maxima kulpa, és a kurva élet. Szóval én megjártam ezt, és amikor az ember ebben a helyzetben van, akkor tényleg nem jut más az eszébe, mint hogy vegyük elő a fejszét, és az ilyen gyerekeket csapjuk szét, vagy zárjuk el, vagy verjük meg, vagy valami. Állítsuk le őket. És az az igazság, hogy ez a gondolkodásmód nem vezet sehova. Sehova nem vezet. Az egyetlen dolog, ami vezet valahova, ha megértjük, hogy ez annak köszönhető, hogy olyan élethelyzetbe került, hoztunk embereket, mint a Eminem klipben a Stand, meg egy egész társadalmi réteget olyan élethelyzetbe helyeztünk, ahonnan nincs kiút, és ahol nincs vesztenivaló. Miért? Elmondok egy érvet a halálbüntetés ellen. A legfontosabb érv a halálbüntetés ellen, hogy az az ember, akinek nincs veszítenivalója, az sokkal biztosabban fog erőszakos cselekményt elkövetni. Mert ha az embernek nem adnak, minden kultúrában még a kivégzettnek is volt valami kegyelmi eljárása. Azt azért kellett megtartani, hogy pszichése mindig legyen valami, amitől ő azt érzi, hogy még van esélye. Mert az az ember, amelyik tudja, hogy nincs esélye, az nagyon máshogy működik, mint mások. És én azt akarom mondani, hogy bármennyire rohadt nehéz, ha ebben a problémával meg akarunk küzdeni, akkor abban az a mód, hogy megnézzük, hogy miért és hogyan juttattunk kilátástalan helyzetbe embereket, embercsoportokat, és mit tudunk értük tenni. És tudom, hogy azt hiszitek, hogy ez valami, vagy nem, azt akarom, nem tudom, hogy mit éreztek, de hogy ez nem valami ideológiai bullshit nálam. Ez nem valami nagy SZDSZ-es romantika. Ez fér személyes tapasztalat. Még akkor is, hogyha adott helyzetben nekem ez például kurva nehéz volt megugrani. Majdnem lehetetlen. De akkor is azt gondolom, hogy jól tettem, hogy nem jutott a gárba. És hát közben meg hát a fontos üzenet az az, hogy itt van egy komplett generáció, amelyik értékek nélkül nőtt el. Tehát van benne egy csomó energia, és ha van pénz elázadni, akkor azt extrém sportokra költi, hogyha nincs pénz elázadni, akkor pedig Romain Gabras fog róla készíteni egy ilyen filmet. Tehát, hogy akkor ilyen suhancá válik. De már, hogy elvesztek az értékek, elvesztek az ideológiát. Tehát, régen legalább arról volt szó, hogy én utálom azokat valamiért, és akkor azokat ütöm velem. De nem azt, aki éppen szemben jön az utcán. Tehát, hogy ez valami olyan kilátástalan ez az erőszak, és annyira, hogy mondjam, nincsen saját erővonala, nincsenek értékei, nincsen saját ideológiája, semmi. Tehát ez rohadt félelmetes, és nagyon-nagyon figyelmeztető. Ami azt illeti, a francia médiában hatalmas botrányt okozott, ezt a videóklipet is betiltották, számos tévécsatorna letiltotta a műsoráról. Erre az együttesnek, a Justice-nek az volt a válasz, hogy azonnal felrakták a YouTube-ra. És hát ennek lett az a következménye, hogy 24 óra alatt 14 ezer egyéni letöltést produkált a videóklip, ami nem csoda. Úgyhogy ez is egy
egy YouTube klasszikus. Még valami? Hát akkor lépjünk a 40. valahol volt 40. legjobb videóklipre, amely a úgynevezett So-Called nevű projekt és annak előadója, a dal címe pedig You Are Never Alone. És egy kiváló videóklip, jó szórakozást!